Köszöntöm a televízió nézőit. Az iménti főcímmel egy új műsor indul a Fehérvár televízió műsorában. Az új műsor célja bemutatni Székesfehérvár csodás városrészeit, a városrészek történetét, az építészetét, szó lesz kultúráról, de szó lesz a városrészek lakóiról. Engedjék meg, hogy bemutassam vendégeinket, elsőként Rostási Szabó Imréné Hegedűs Máriát, a Mi vízi városunk című könyvszerzőjét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. És szeretném bemutatni a nézőknek a műsor állandó szakértőjét, aki végigkísér bennünket Székesfehérvár városrészein és azoknak történetét. Váci Márk, a Magyar Városkutató Intézet topográfiai munkatársa. Neked is külön köszönöm, hogy vállaltad a sorozatot. Én is köszönöm a felkérést. Felvezetésként el tudjuk mondani, hogy várhatóan 10-12 részre készülhetnek a hallgatók, a műsor két hetente jelentkezik, és a nézőket várjuk természetesen mind az 50 percben. Igyekszünk a beszélgetés közben megmutatni egy-egy épületet, láthatják majd, hogy mi is, amiről beszélünk, ha esetleg nem ugrik be. Higgyék el, a beszélgetés végén sokan fogják megállapítani, hogy közvetlen környezetükről mennyi újat tudtak meg, pedig azt hitték, hogy ismerik azt a városrészt, amiben élnek, amiben járnak nap mint nap. Elsőként a vízivárost választottuk. Miért pont a vízivárost? Hát talán azért, mert ez a tágabb munkahelyi környezetem. Egyrészt, másrészt rengeteg emlék fűz ehhez a városrészhez, harmadrészt a vendégünk révén is, hiszen ez a könyv nem is olyan nagyon régen jelent meg. Viszonylag frissnek számít, még kevesen ismerik, bár azért jó néhány könyvbemutató lezajlott már az utóbbi néhány hónapban. Én úgy gondoltam, hogy mindenképpen ezzel lenne érdemes kezdeni, arról nem is beszélve, illetve hát mindenképpen meg kell említeni, hogy Demeter Zsófiának is megjelent a Székesfehérvár annó negyedik kötete, ami ráadásul pont a paneles időszakkal, illetve az 1945 utáni időszakkal foglalkozik, amit Mária elég bőségesen kifejtett egyébként ebben a kötetben. Tehát majd megismerhetjük egyszer azt a könyvet is városi viszonylatban, most pedig erről a városrészről kaphatunk egy képet. Milyen előzmények után íródott a könyv? Hát az előzmények nagyon messzire nyúlnak vissza a Szent István év kezdetére. Ugye abban az évben jelent meg Kovács Eleonórának a Víziváros története című könyve, amit, mint törzsgyökeres székesfehérvári, én is megkaptam, elolvastam többször is, és hát azon úgy elgondolkodtam, hogy hát nagyon jól, mint egy igazi történész szépen leírta a víziváros kialakulását, ugye a belváros és a budai külváros után alakult ki a víziváros. Íróasztalon mérnöki pontossággal rajzolták meg az utcákat, ami még a mai napig is látszik. És hát mindent leírt róla, amit egy történész szemével egy városrészről úgy tudni kell. És a második világháború után folytatta a panelokkal. Nagyon szép képeket tett be a mostani épületekről, várostíszítő részekről, és hát én nekem olyan hiányérzetem volt, hogy jó, persze, nem egy dekoratív területe volt a lebombázott Székesfehérvárnak sem a vízivárost, mert azért voltak jelentős kártenvedett részek, de hát a háború alatt után születtünk, ott nőttünk fel, ott éltünk, oda jártunk iskolába, oda jártunk templomba, ott játszottunk a szénatéren, meg hát a város sok-sok másik nagyon jó részén, ahol játszani lehetett, és ez úgy hiányzott a könyvből. Tehát abszolút kimaradt az a 30-40 év a háború utántól, míg elkezdődtek az építkezések, és hát én ezt nagyon hiányoltam.
És úgy gondoltam, hogy végig gondolom, leírom, amit eszembe jut, aztán hát majd elteszem. Eszembe se volt az, hogy ebből könyv lesz, hát nem vagyok egy unatkozó nagymama. Amikor éppen úgy adódott, különösen télen, akkor írtam egy kicsit. És akkor egy könyvbemutatón találkoztam a Demeter Zsófia történészasszonnyal, és elmondtam neki, hogy hát mit írogatok, és kérte, hogy vigyem be neki a múzeumba, amit már elkészítettem. Bementem a múzeumba egy kis pendrive-val, amin nem sok minden volt még, de egész kislánykorom óta ismertem a Sóbor családot, akik a József utcában laktak, akiknek a házát a legelsők között bontották le, mert annak a helyén épült az Arévnek a két munkásszállója. És Zsófia belenézett az írásomba, és akkor azt mondta, hogy hát Mária, ezt folytatni kell, ezt meg kell írni, mert ha én nem írom meg, akkor ez el fog veszni. Jó, az én nézőpontom teljesen más volt, ugye, mint egy történészé. Én a szívemmel láttam a vízivárost, és úgy is írtam, írogattam meg. Hát ez közel 4 évig tartott, mert aztán ugye úgy folytattam, hogy felkerestem a volt utcabelieket, akiket úgy el tudtam érni, a környező utcákba lakókat, voltam a levéltárba, nagyon szerettem volna ennél bőségesebben megmutatni azt, hogy ez nem egy lepusztult városrész volt. Itt jól megépített, szép házak voltak. Nagyon kevés volt olyan, ami a víziváros kialakulásakor, tehát 100 évnél régebbi ház volt, ami akkor épült. Csak nem voltak fotók. Ugye az 50-es, 60-as évekre nem volt jellemző, hogy a háztartásokban mindenütt fényképezőgép, mint ma ugye kiselépünk a házból anélkül, hogy ne tudnánk bárhol fotót csinálni. És hát nagyon kevés eredeti fényképet sikerült megtalálni. És akkor olyan szívesen mondták el a régi vízivárosiak, hogy hol laktak, milyen házban, kivel laktak együtt, az iskolai élményeket, hát a szénatéri iskoláról egy külön könyvet lehetne írni. Ez csak egy morzsa, ami ebbe a könyvbe belekerült. Ugyanígy a Jézus szíve templomról is. Hát arról elég sok minden megtalálható a püspökség levéltárába, ahol szintén gyűjtöttem, mert ugye a templomnak a teljes anyagát onnan írtam. És hát mondjuk korba egy kicsit közel van még hozzánk, tehát nincs levéltári anyag. Majd a történészek néhány évtized múlva tudnak ebből úgy dolgozni, hogy ők is valami mást írjanak, ezt a kort esetleg megemlítve, mert nem is tudom pontosan, ugye ennek nem jártam utána, hogy 50 év után lehet levéltárba helyezni dolgokat. Tehát jó, az 50 év megvan, de hát abból a megközelítésből, amiből én ezt az egészet írtam, abból sose lesz levéltári anyag, mert ezek általában családi irattárból kerültek ki. Én azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy akkor ismerkedjünk meg a víziváros történetével. Először is be kell határoljuk, hogy miről is beszélünk, melyik városrész. Így van. A víziváros, hogyha a mai városrész területet vesszük, tehát egy kicsit szűkebb értelemben,
akkor egyrészt a belvárostól kell ugye lehatárolni, és ezt általában a várkörút mentén szokták ugye megtenni a városkutatók, illetve történészek, építészek. Le kell határolnunk a Felsővárostól valahogyan, ezért szokták általában a Berényi utat, illetve a Szegfűgyula utcát egy ilyen határként figyelembe venni, illetve mindenképpen hát azért le kell határolnunk az újabb városrészektől, például az Almási teleptől és környékétől. Hát a Királysor, Móricz Zsigmond utca környéke egy ilyen fontos határ még ebből a szempontból, illetve a Budai út, mint a vasútvidéket, illetve a vízivárost elválasztó határvonal. Ezek ugye nem annyira éles határok természetesen, tehát amikor valaki mondjuk egy adott városrészről beszél, előfordulhat, hogy mondjuk egy másiknál is megemlíti ugyanazokat a határközeli épületeket, mert mondjuk kiemelkedőek, fontosak. Például, ha nekem egy várkörúti villasort kéne bemutatnom, mondhatnám azt is, hogy a belváros szélén helyezkedik el, de mondhatnám akár azt is, hogy a víziváros szélén található. Nem feltétlenül egyértelmű, viszont vannak olyan magterületek és olyan központi területek, amikről mindenképpen érdemes és kell is beszélni. Honnan ered az elnevezés? Az elnevezés onnan ered, hogy ez alapvetően egy vizes, mocsaras terület volt. Ugye a 19. században indult meg Fehérvár vizeinek a csatornákba terelése, majd aztán a 20. század első felében, 20-as, 30-as években ezeknek a csatornáknak a beboltozása, amelyek révén ugye létrejöttek az első nagyobb utak, például a Várkörút is ugye már 1926-tól kezdődően. Tehát ez egy vizes térség volt, rendkívül sok volt benne a láp, szigetszerűen helyezkedtek el egyébként kisebb falu jellegű területek, például a mai Major utca környéke volt egy ilyen, aztán a szélső utcák, tehát a Távirda utca, Kék-György utca környékén szintén voltak ilyen kis faluszerű építkezések, lehet ezt mondani, de már a középkorban is léteztek egyébként ezeknek a helyén valamilyen kis házcsoportok, épületcsoportok, és aztán ezek közötti területek épültek be fokozatosan, ahogy ugye a vizeket is visszaszorították ebből a városrészből. Alapvetően ugye a mai Romkert vonalában helyezkedett el a belvárosnak és a vízivárosnak a határa, ott volt megtalálható az a városkapu, amin át lehetett közlekedni a két városrész között. Hát elsősorban ugye azért lovakkal lehetett közlekedni, illetve hát már a mai vízivárosnak a belső területei felé pedig ugye leginkább ladikokkal, csónakokkal, hiszen ezek már kevésbé voltak elérhetők, száraz lábbal nem lehetett ekkoriban még megjárni. Mária is említette, hogy mérnöki tervezés alapján alakultak ki az utcák, de a nevekről is érdemes beszélni. Mindenképpen. Például a Salétrom utca, majd később visszatérünk még az épületre, a Salétrom ház ról kapta a nevét, bár nem ott helyezkedik el egyébként, ahol maga az épület megtalálható volt. Tehát itt állították elő ugye a puskapor gyártáshoz szükséges egyik legfontosabb alapanyagot. Maga az épület az a mai Szénatér és a Rákóczi utca sarkán volt megtalálható. Ez volt a Salétromház. Aztán mindenképpen érdemes például a Távirda utca elnevezését megemlíteni, hiszen egy távíró állomás működött ebben az utcában, és ugye itt innen továbbították a megfelelő korszerű technikai teljesítménnyel ugye ezeket a táviratokat. Ha a Rákóczi utcát már említettem, akkor mindenképpen érdemes az elődjéről is beszélni, a Kórház utcáról, ami egy időszakban a mai Városház tértől, tehát mondhatjuk azt, hogy mondjuk nagyjából az ország almától tartott egészen a Szénatér, későbbi Szénatér sarkáig, és ez a kórház, ez a városi kórház pedig a már előbb említett Salétromház mellett volt egyébként megtalálható. Ez egy járványkórháznak épült alapvetően, és aztán hát ez a Kórház utca rövidült, hiszen Fehérvárnak lett ugye egy koronázótere, és innentől a Romkerttől egészen a Szénatérig tartó szakaszt nevezték el aztán Rákóczi utcának. Valójában az első épületek melyik részén jelentek meg, és milyen időszakban? Hát ugye az első épületek, ezeket a tanyaszerű létesítményeket már említettem, a Budai út környékén voltak az első nagyobb építkezések, ahol magánpalotákat építettek. Ilyen volt például 22-es számú épület,
amit Splényi Henrik építetett historizáló stílusban. Ő Splényi Ödönnek volt egyébként az édesapja, Splényi Ödön pedig Blaha Lujzának volt a harmadik férje. Tehát ilyen szempontból is van Blaha Lujzának ugye fehérvári kötődése, ez egy bérpalotának épült alapvetően, tehát ez azt jelentette, hogy ugye az építtető, hogyha szüksége volt rá, akkor ugye be tudott költözni ide, mondjuk országgyűlések, vagy egyéb megyegyűlések, bármilyen nagyobb esemény idején, ugye itt volt egyfajta rezidenciája, illetve természetesen bérpaloták esetében, hogyha magánvállalkozó volt az építető, az is előfordult, hogy állandó lakást tartott fenn az épületnek egy részében, a többit pedig ugye kiadták bérbe lakóknak. De ha már a 19. századról beszélünk, akkor szintén egy sarki épület, hiszen ez is ugye a Budai út és a Távirda utca sarkán elhelyezkedő épület, egy másik sarki épület a József utca és a Budai út sarkán, hát legutóbb banképület volt, ez egy szintén a 19. század első felében felépült kis árkádos és verandás épület. Eredetileg náttetősnek épült egyébként, aztán később cserépfedésű lett. Annyit tudunk róla, hogy főszolgabírói házként működött, egy uradalmi gazdatiszt is lakta, illetve aztán később az Arévnek lett egy nyugdíjas háza, egy jelentősebb átalakítás után, majd legutóbb pedig banképület működött benne. Ez két olyan jellegzetes épület ennek a környéknek, ami a 19. században létesült. Ha már az épületeknél járunk, és az épületekről, hogyha beszélünk, akkor biztos érintünk majd lakókat is, illetve tudunk beszélni arról, hogy a gazdaság, az ipar, hogy alakult a vízivárosban az évek alatt. Kezdjük akkor most az evangélikus templommal. Jó. A vízivárosról érdemes azt tudni, ugye amikor én erre a műsorra készültem, és próbáltuk összeállítani, hogy mely épületekről lesz szó, akkor leginkább 20. századot tudtam kiemelni ebből az időszakból, hiszen azok közül, az épületek közül, amiket idáig említettem, ugye már viszonylag kevés az, ami egyáltalán még létezik ezen a környéken. Ami viszont látható, az többnyire 20. századi. Az evangélikus templom is egyébként 20. század első harmadában épült, 1932-ben kezdődött el az építése. Annyira szakítalak meg, hogy a nézőknek segítsek, ez a piros téglás templom, mert hogy úgy hívják Székesfehérváron. Így van, ez a Szegfű Gyula utca és a Várkörút sarkán található meg. Egyébként házszám szerint Szegfű Gyula utca 1, de ez úgy nagyjából az evangélikus egyházközséget, meg esetleg a földhivatalt szokta érdekelni. Mégis azért el tudjuk helyezni, hogy hol található. Tehát a 30-as évek elején épült Sándi Gyula műépítész tervei nyomán. Ő az erdélyi fatornyos templomokat vette ugye alapul, illetve természetesen azért a gótikára és a román stílusra is hagyatkozott, és ezeket próbálta ötvözni ennek a templomnak a kiképzésénél. Alapvetően egyébként az evangélikus gyülekezetnek ugye a belvárosban volt megtalálható az imahelye, imaháza, a régi megyeháza épületében, ez a Megyeház utca 17-es, ezt a zárt erkélyéről biztos nagyon sokan ismerik, ez egy elég jellegzetes épület, és aztán innen költözött át az egyházközség. Maga a parókia, illetve a közösségi ház, az pedig jóval később, már a 90-es években létesült. Zsutin és Ler Erzsébet volt ennek az egyik fő tervezője, és ez egy építőipari nívódíjat is kapott egyébként maga az épület, mivel hogy rendkívül jól illeszkedik a környezetébe. Folytatjuk az épületek bemutatását, következzen egy óvoda a Rákóczi úton. Így van, hát ez a Rákóczi utcában megtalálható, ma már csak Rákóczi utca. Korábban ez is egy sarki épületnek számított, hiszen az épület mellett futott több másik utca is, illetve a környéknek ugye az utcahálózat az teljesen átalakult egyébként. A közelben található meg a névadó Manci Jánosról elnevezett utca is, nem véletlenül, ugye ott szinte szomszédságában. Manci János uradalmi gazdatiszt volt, felesége Tésről származott, és ő egy bárói uradalomban, Nagymegyeren látott el gazdatiszti teendőket. Aztán, amikor 53 éves korában ő nyugalomba vonult, hiszen megtehette, hogy nyugalomba vonuljon, gyermekük nem lévén a Malom utcában egy kis házat vásároltak, az akkori Malom utca 2-es
házszám alatt. Ezt nem tudjuk pontosan ma beazonosítani, hogy hol volt. És természetesen az élete vége felé végrendelkezett, hiszen volt akkora megfelelő vagyona. Gyakorlatilag ketten éltek a házban a feleségével, tehát felhalmoztak egy kisebb nyugdíj alapot, és ebből végrendelkezett. Egy meglehetősen nagy összegről volt egyébként szó, tehát 10.000 forintos nagyságrendű összegeket itt a 10.000-től mondjuk a 45.000-ig terjedően adományozott különböző célokra. Iskolai célokra többek között, aztán a városi tisztviselőknek az elhelyezésére, lakások biztosítására, illetve egy alapítványi kisdedóvodát is létrehozott. 1894-ben kelt ez a végrendelet, Manci János 1896-ban elhunyt, és aztán az épület 1906-ban készült el, Havranek Antalnak a míves emléktáblája található meg egyébként ennek az épületnek a falán, amit aztán 2006-ban a centenárium tiszteletére kiegészítettek még egy kisebb emléktáblával is. Az óvoda mellett található egy olyan központi rész, ami tudom, hogy neked egyik kedvenced, ez pedig a Jézus Szíve templom. Igen. Hát egyrészt, mert nagy Jézus Szíve tisztelő vagyok, ez az egyik oka. Ha építészeti szempontból nézzük, akkor egyrészt a szecessziós hatások nagyon fontosak, és nekem nagy kedvencem egyébként is ez a stílus. Fehérváron már csak nyomaiban található meg. Arról nem beszélve, hogy ez egy betonkupolás épület, ami egyébként a hazai betonépítészetnek az első egyik fontos állomása, hiszen ez volt az első egyházi épület, amelyik betonkupolát kapott. Csutin és Ler Erzsébet, akinek a nevét már említettem, egy tanulmányában betonkísérleti állomásnak nevezi ezt az épületet. Tényleg az is volt Bori Jenőnek az egyik leghíresebb épülete. Ő volt a vezető tervezője ennek a templomnak, és ő volt az, aki lelkes újítóként úgy döntött, hogy igaz, hogy beadták egy favázas szerkezetű templomnak az építésére és a terveket, de természetesen azért mellékelték hozzá ezt a betonkupolás tervanyagot is, és ezt fogadta el az illetékes minisztérium, tehát úgy döntöttek, hogy akkor ez megépülhet. A templomnak az az egyik érdekessége, hogy a benne található, az egyik oldal fülkében található Mária szobor szintén Bori Jenőnek az alkotása. Egyrészt részt vett a tervezésben is, de lelkesen részt vett a kivitelezésben is. És a Bori vár kapcsán majd fogunk beszélni mindenképpen a Bori családról, hiszen nagyon fontos, szimbolikus épületelemek találhatók meg a várban, amelyek kifejezetten a családra, Bori Jenőnek a feleségére, Komócsi Milonára, illetve a gyermekeikre utalnak, viszont ez az épület is tartalmaz ilyen szimbolikus elemeket. Van egy kis felülvilágító kupola része, az úgynevezett lanterna, ami ugye természetes fénnyel árasztja a templomot. Ez a fiút, Bori Györgyöt szimbolizálja, illetve a két lányukat, Ilonát, és ha jól emlékszem, akkor Máriát, remélem, hogy jól mondom, pedig a két kis torony a templomnak az elején megtalálható két kis torony szimbolizálja, és hát Bori Jenőnek tényleg ez az egyik nagyon fontos alkotása, amiért egyébként évtizedeken keresztül küzdött, az építése az első gyűjtéseknek az elkezdésétől felszentelésig körülbelül 20 éven keresztül tartott. De hát ugye ismerjük Bori Jenőnek a munkásságát, hogyha a Bori várra gondolunk, ő rendkívül kitartó és akaratos ember volt, ezt is sikerült keresztül vinnie. Továbbra is az épületeken keresztül próbáljuk megismerni a vízivárost. Maradunk még a környéken. A Kórház utcát említetted, nem véletlenül kapta a kórház nevet, és itt is van egy olyan épület, ami még emlékeztet bennünket erre az időszakra. Minden bizonyan a Salétromház helyén épült idősek otthonára gondolsz, ami ugye korábban úrinők otthona volt egyébként, és a szomszédságában pedig épült egy gyermekotthon. Ez olyan szempontból van építészetileg, illetve várostörténetileg összefüggésben magával a Jézus Szíve templommal, hogy a Jézus Szíve templom a kórházkápolnának a helyére épült fel egyébként. Ez a kórház alapvetően pavilonos elrendezésű volt. Ma már ilyen pavilonos kórház viszonylag kevés van az országban, de például a János kórház az egy ilyen tipikus példa erre. Tehát ennek a salétromháznak a lebontása után indult meg a tervezés. Egyébként a 30-as éveknek ebben az időszakában alakult át maga a szomszédos vásártér is,
és aztán kapta később a Szénatér elnevezést. Itt alapvetően egy marhavásártér volt ugye megtalálható, és ennek a szomszédságában a tér, illetve a Rákóczi utca sarkán épült fel az úgynevezett úri nők otthona, Molnár Tibornak a tervei nyomán. Ő nagyon lelkes tervezője volt egyébként ennek a városrésznek, már a paneles építkezések során is, ráadásul ugye városi főmérnök is volt a 45 utáni időszakban, és a Szénatér Rákóczi út környékén amúgy is rengeteg sok terve, munkája született, illetve a mai Frímjakab otthonnak a területe is ide tartozott egyébként, tehát ez egy nagy tömböt alkotott, ami tulajdonképpen ugye a Manci János óvodával együtt ugye körbezárt egy nagy területet, és akkor megfigyelhetjük, hogy ugye működött itt egy óvoda, aztán később épült mellé egy másik, aminek azóta már ugye a régebbi a tagóvodája lett, ez egy ilyen érdekes intézmény egyesülés. Van egy templom, ugye, középen, mondhatjuk kvázi középen, illetve van egy szociális intézmény, ami ugye gyakorlatilag ma is ugyanezt a funkciót látja el, bár ma már idősek otthonaként működik alapvetően. Engem érdekelne, hogy mi volt a feladata az úrinők otthonának. Nem tudom, lehet, hogy Máriának kell feltennem ezt a kérdést. Mit jelent az, hogy úrinők otthona? Hát az úrinők otthona, ami Keskelemen utca és a Szénatér sarkán van, tulajdonképpen egy jóval később épülhetett, mint a szociális otthon maga. Igaz, hogy össze van építve, de nincs átjárás, sose volt a két épületrész között. Az úrinők otthonában olyan egyedülálló hölgyek kaptak elhelyezést, például a postás kisasszonyok anno, akik nem mentek férhez, egész életüket egyedül élték le, illetve dolgoztak, és mikor elérték azt a korhatárt, amikor már úgy gondolták, hogy nem dolgoznak, és nem volt családjuk, ők költöztek ide. Tulajdonképpen ma azt mondanánk, hogy nyugdíjas öreg kisasszonyok, de hát akkor nem nyugdíjnak hívták, hanem ilyen önsegélyező egyesületekbe adtak bizonyos összeget aktív korukba, és akkor idős korukba abból kaptak járadékot. Tehát ilyen tanítónénik, postás kisasszonyok, állami alkalmazottak, olyan hölgyek laktak ott, akik egyedül család nélkül éltek, és akkor, mikor már magukról nem tudtak kellően gondoskodni, akkor költöztek ide. De ebbe az épületben működött egy időben bölcsöde is, a 60-as években, aztán átalakították, most ilyen fogyatékos gyerekeknek a nappali ellátását látja el. Folytassuk az épületek bemutatását, most egy egész sorról lesz szó. Nem is gondoltam volna, hogy a Szénatéren ezeknek az épületeknek van egy ilyen néve, hogy Szénatéri villasor. Ez honnan ered? Hát igazából a villasor elnevezés az ugye nem hivatalos, hiszen a Móricz Zsigmond utcában is található egy ilyen villasor, ráadásul ott az utcának mindkét oldalán elhelyezkednek ilyen épületek. A 20. századi, tehát 30-as évekbeli jellegzetességeik ma már a hőszigetelés miatt kevésbé látszanak, de azért még van egy-két szép példa. Alapvetően a klasszikus vízivárosi villasor az tényleg a Szénatéren szemlélhető meg, bár ott is azért voltak elég jelentős változások, ugye, átépítések, felújítások, de a 6-os számtól kezdődően az utca végéig, a 9-es számig, ahol ugye a kocsma van a szomszédságában, az egykori puskaműves házig nagyon szép példák sorakoznak egymás mellett. Ezek a 30-as évek első felében valósultak meg a tervezés szintjén, és aztán inkább már a háborúhoz közelebbi időszakban, tehát a 30-as évek második felében épültek fel Kocsis Iván, Schmidt Ferenc, illetve Molnár Tibor tervei nyomán. A mi vízivárosunk kötetben egyébként ezeknek a villáknak a lakóiról, magukról, a bent élő családokról is egyébként rendkívül részletesen lehet olvasni. Nagyon röviden, kik lakták a villasort? Hát akiket még megtaláltam ma is, szinte mindegyik házba tudtam, hogy kik laknak, mert ugye a szénatéri gyerekek, mi a Szénatéren nőttünk fel, nem csak iskolába jártunk oda, hanem játszani is, és a villasoron lakó gyerekek is ott játszottak.
mindenféle társadalmi szektorba tartozó, hogy így fejezem ki magam, megtalálható volt ott. A legismertebbek voltak, akik kezdettől ott laktak. Tulajdonképpen a háború előtti években épültek ezek a villák. A legvégén kezdeném a Puska műves, a Fodor Kálmán lakott ott a családjával, a felesége a mai napig ott lakik. Az az egyetlen ház az, ami még az eredeti. Tehát a tetőzete, a vakolása, a gyönyörű zsalugáteres ablakai, az a ház az eredeti állapotában van még, ugyan ráférne egy kis felújítás, de még így is nagyon szép. Aztán mellette laktak a táncosék, őket nem tudtam elérni, viszont el tudtam érni a bordoktornak a lányát, akik nem olyan régen, a 2000-es évek elején adták el azt a házat, addig a család valamelyik tagja lakott benne. A borháznak a titka, hogy ezzel a szóval éljek, abban áll, hogy a bordoktor a háború után azt a házat felújítatta, mert megsérült, és akkor szépen kialakította a családjának a szuterénba fogorvosi rendelőt, a magas földszinten a lakóteret, és az emeleten is volt még egy lakás, illetve ott is volt olyan lakrész, amit ők használtak. Ugye a háború alatt sok minden történt, meg a háború után. A Csitárék elvesztették az Ady Endre utcai házukat, lakásukat úgy, ahogy volt, és a Csitári Jenő a családjával együtt oda költözött. Ehhez tudni kell, hogy a bordoktor egy igen nagy lelkű, nagyon nagy empátiával megáldott ember volt, amellett, hogy a két feleség testvérek is voltak. 8 laktak abba a házba, miután a Csitáriék is oda költöztek. És akkor ez még minden volt elég, mikor a deákékat kitelepítették a házukból, a Deák Péter a családjával, akik aztán szintén 4 voltak, az emeleti lakrészbe laktak jó hosszú ideig. Úgyhogy a Csitáriék akkor költöztek el, mikor a Szénatéren megépítették a toronyházakat, és ott a 15-ösbe kaptak egy lakást. A deákék, hát azt nem is tudom megmondani, hogy mikor, azok is elköltöztek valamikor, de már a 80-as évek, 70-es évek végén, 80-as évek elején. Családokról is érdemes volna egy műsort csinálni, de most folytatjuk a Víziváros történetével. Pont az említett villasor mellett áll egy épület. Ez egy olyan épület, ami mindenki látja, mindenki megáll mellette, hiszen autóval közlekedünk, ott éppen egy körforgalom alakult ki az elmúlt időszakban. És lehet, hogy látjuk az épületet, de nem gondolkozunk rajta, hogy miért van ő ott, mi az ő dolga, vagy mi lehetett a dolga valaha. Természetesen a trafóházra gondolok. Hát a fehérvári trafóházaknak az építése 1928-ban kezdődött el, és tartott nagyjából a 30-as évek második feléig folyamatosan. Smalny József nevű budapesti mérnöknek a típus tervei nyomán épültek fel ezek a trafóházak, és egyébként még elég sok megtalálható a városban. Hát persze ahhoz képest, amennyi eredetileg volt, azért viszonylag minimális, de hogyha azt nézzük, hogy milyen építészeti és egyéb változások következtek be az utóbbi mondjuk 75-80 évben, akkor viszont mondhatjuk, hogy elég szép példányok maradtak meg, akár itt ugye a stúdió környékén is tudunk egyről. Ezek hasonlítanak egymásra, nem teljesen ugyanúgy néz ki egyébként mindegyik. A műszaki kialakításon volt a hangsúly, és természetesen a főbb építészeti elemeken, aztán természetesen azért kisebb eltérések adódhatnak, hiszen volt, amelyik rendelkezett erkéllyel, de nem mindegyiknek volt például ilyen kialakított erkélye, volt, amelyiknek egy bejárata volt, volt, amelyiknek kettő,
de alapvetően ugye áramátalakító állomásnak épültek, tehát ez volt a fő funkciójuk, hogy a megfelelő ember, szakember be tudjon menni, és ugye be tudjon avatkozni, hogyha valamilyen probléma van, illetve a bent lévő gépi berendezéseket is ugye tudja kezelni. Visszatérő megoldás ebben a városrészben is, de a városban máshol is, hiszen majd biztos a videótonnál is lesz erről szó. Emlegettük az evangélikus templom esetében is a piros téglás építkezés. A szénatéri iskolánál ugyanezt látjuk. Igen, igen. Hát ráadásul ott talán még szembetűnőbb, hiszen az épületnek a tömege is ugye jóval nagyobb. Ami még egy nagy fontos jellegzetessége ennek az épületnek, az az ívelt épület tömege. Amit, hogyha közelről nézzük, akkor nem biztos, hogy annyira látjuk, de mondjuk a bejárat környékén látszik talán a legjobban. Ha messziről szemléljük, akkor egyértelműen felfedezhető. Nem egy olyan nagyon karakteres ív egyébként, amit az épületben elhelyezett Thomas Antal, az eredeti tervező, de azért látványos. Arról nem beszélve, hogy az eredeti lapos tetős kialakítás az ráadásul még hangsúlyosabbá tette ugye az egész épület tömeget, és aztán amikor Molnár Tibor, akkor még viszonylag fiatalnak számító mérnökként áttervezte egy belső, illetve egy külső átalakítást tervezete ez az épülethez, akkor ezeket az alapvető jellegzetességek természetesen megőrizte ő is. Ő egyébként a vízivárosnak az építkezése kapcsán, főleg a szénatér környékének a toronyházai kapcsán rendkívül sokat sajnálkozott az emlékirataiban, amik a 80-as években keletkeztek, hogy akkor tűntek el a vízivárosnak azok a karakteres részei, például a szénatér környékén ugye mondjuk Jankovics Ferencnek az egykori szülőháza, aminek a helyén ugye a szénatéri könyvtár egyébként sokunk örömére természetesen felépült, illetve hát a toronyházak helyén egykor megtalálhatók is házak is. Visszatérve az iskolára, egy nagyon érdekes dolog, hogy 1938. augusztusában adták át hivatalosan, akkor avatták fel, viszont ezt megelőzte az épületnek a hivatalos átadását, megelőzte egy országos tanügyi kiállítás. Székesfehérvár, illetve az akkori Fejérvár megyének a községi, tehát állami és városi fenntartású, vagy éppen falusi fenntartású iskoláiból származó különböző tárgyakat helyeztek itt el. Bemutatták azt, hogy a különböző tárgyakat hogyan oktatják, illetve hát volt egy ilyen, mondhatni azt, hogy ilyen elkobzott tárgyakból származó gyűjtemény is, többek között különböző kis óra alatti levelezések, szerelmes levelek, csúzligumik, meg mindenféle használati tárgyak, amiket ugye gyerekektől elvettek a tanárok. Itt volt egy nagy szavalókórus is egyébként, egy több százfős szavalókórus előadott itt egy szavalatot, amit aztán egyébként az 1938-as ünnepi országos közgyűlésen ugye megismételtek. Tehát ezek a rendezvények nagyjából 38 májusától ugye augusztus végéig, szeptember elejéig ugye folyamatosan zajlottak itt a városban. Ugye Horthy Miklós kormányzó is többször látogatást tett itt az ünnepélyes országgyűlés idején, a vitézavatáskor, az iskola felavatásakor, a felesége Purgli Magdolna avatta egyébként az úri nők otthonának az átadott épületét, illetve a Rákóczi iskolának a tömbjét is, tehát ez az időszak rendkívül gazdag volt eseményekben. Hát akkor lehetett azt mondani valóban, hogy a Fehérvár tele volt élettel, mint ahogy egyébként most is tele van. A könyvtárat már említetted, az építkezési stílusa eltér az iskolától mindenképpen, sőt egy dombörműt is meg kell itt említenünk. Így van, hát ugye ez a könyvtár, hogyha én jól tudom, ez már a 60-as éveknek a terméke, de annak is talán a második feléből származik. Hát ugye ez már egy klasszikus lapostetős kocka épület, ez már a panelépítkezésnek az időszakában került ide. Ugye Jankovics Ferenc író költőnek volt ez tulajdonképpen a szülőháza, az ő édesapja Sárpenterén volt tanító, és az apai nagyszülők laktak egyébként ebben a kis náttetős hosszú parasztházban, ide született Jankovics Ferenc, és az ő emlékére avatták fel azt a domborműves emléktáblát, ami egyébként szerintem egy míves alkotás, és egy igazán méltó alkotása ez az emberhez, aki a II. Világháború után élte igazából az írói és az alkotóművészi fénykorát. Folytatva az épületek bemutatását, most két lakóházról kellene szót ejtenünk, ezek pedig a Királysoron találhatók.
Hát a királysori lakóházakról mindenképpen érdemes szót ejteni. Egyrészt van egy paneltömb, ez a 14 ABC, ha még jól emlékszem erre. Ez az egykori vásártérnek a szélén található meg. Itt egy vásártéri cédulaház működött valamikor, tehát az adásvételeknél ugye itt foglalták írásba különböző szerződéseket, illetve itt lehetett mindenféle engedélyeket és egyebeket ugye kiváltani. Azt már említettem, hogy egy marhavásártér működött itt, tehát ugye állatorvosi engedélyekre és minden egyébre szükség volt, ugye nem csak a vételhez, de magához az eladáshoz is, hogy valaki ott egyáltalán árusítani, kupeckedni tudjon, ilyen nagyon csúnya szóval élve, de hát valóban ilyen tevékenység folyt itt. És ennek a helyére terveztek egyébként egy vízivárosi plébánia templomot felépíteni, aminek az építkezése meg is indult 1941-ben, Molnár Tibornak a tervei alapján, viszont a háború keresztül húzta ezeket a számításokat, és hát ugye 1945-ben pedig egy új korszak indult el, nem csak az ország, de a város életében is. Bár azt lehetne mondani, hogy talán még az 1947-48-as fordulatig lett volna még néhány év ennek a templomnak a felépítésére, de a város annyira megsérült, főleg a vízivárosnak a vasúthoz közeleső részei, hogy nem volt erre igazából pénze sem az egyházközségnek, sem a városnak, meg az új városvezetés részéről sem merült fel szándék ennek a felépítésére, úgyhogy amit addig felépítettek, mint Déva várát, hát azt lebontották igazából, és aztán ennek a helyén épültek ezek az akkor még nem paneles technológiával, de már gyári tömeges technológiával épült, hát ma panelházaknak nevezzük, de valójában társasházak. A műsor végéhez közeledve most nem annyira épületre kérdezek rá. Van egy család, egy kőfaragó család, akik a vízivárossal nagyon összefüggő és emblematikus családról beszélünk, a Havranek család. Igen, ugye Havranek Antalnak, az ifjú Havranek Antalnak a nevét már említettem, ugye Manci Jánosnak az emléktáblája kapcsán. Ők a Királykút utcában létesítették az első kőfaragó műhelyt, az akkor még a vízivároshoz tartozott egyébként. Most azért nem beszéltünk a Királykútról, mert ugye ma a Felsővárosnak egy emblematikus épülete, tehát majd ott azért mindenképpen szót ejtünk róla. És aztán a belvárosba költöztek el, de a vízivároshoz kötődtek alapvetően a Királykút utcai építkezés és a műhely megléte miatt. Ráadásul a víziváros szélén és a víziváros környékén is azért sok emléket hagytak maguk után. Majd a bíróságról is lesz szó, az egykori igazságügyi palotáról, ami 1902-ben épült, annak például a díszítményeit Havranek Antal féle műhely készítette. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy ő saját kezűleg, de az ő műhelyéből kerültek ki. Itt van egy érdekesség, ugyanis az egyik leszármazottól sikerült olyan információkat és adatokat szerezni, fotókkal együtt, hogy nagy valószínűséggel egyébként a felmenőktől, tehát Havranek Antalnak a szüleiről készültek többek között portrédombor művek, illetve a családnak különböző tagjairól. Majd amikor a bíróságról beszélünk, ez szerintem egy annyira fontos és személyes dolog, hogy ezt érdemes lesz majd ismét elmondani. Illetve még szintén a víziváros szélén volt egykor megtalálható a Szent Háromság emlék, ami ma ugye szintén a Felsővárosnak egy éke, ugye a Szent Sebestyén templom előtti téren található meg, ez is egy Havranek alkotás. És ha már egyházi emlékekről van szó, akkor talán még tudunk beszélni egy keveset a Major utcai keresztről. Tényleg csak egy keveset. 1928-ban állították ezen a területen, akkor ez még egy utca kereszteződés volt, hiszen a Major utca az az egykori gázgyár és a villanytelep között húzódott, aztán ezt a területet ugye beépítették egyébként, ugye amikor a két erőmű összeépült, és ugye tulajdonosi szempontból is egy kézbe került, egy irányítás alá, és ma már ugye, hát a Major utcának a nagy részét azt egy kapu választja le egyébként a közforgalomtól, de néhány ház még ma is megtalálható ott. Ez egy útmenti kereszt volt, egy fogadalmi keresztként épült. Ugye korábban a városok, illetve települések szélein állítottak ilyeneket, ezt pedig általában körmenetek alkalmával látogatták egyébként. Ugye az egykori Majornak a területén volt megtalálható, ahogy már említettem az adás elején,
ugye itt a középkorban volt egy falusias terület, és aztán később a 19. században egy Gassner nevű család vásárolta meg ezt a területet, ahol egy majorságot alakítottak ki, tehát innen ered tulajdonképpen a Major utca elnevezés is. Sok célzás volt már az épületekkel kapcsolatban is, hogy létezett ezen a területen ipar, illetve gazdaság a vízivárosban. Ez mikor jelent meg? Mikortól lehet találkozni vele? A 19. század második felében már kisiparosok, illetve kiskereskedők működtek ezen a környéken. Az első kisebb üzletek, illetve műhelyek, azok leginkább ugye a belvároshoz közeli területen helyezkedtek el, de természetesen ahogy kiépült és összeépültek ugye a városrésznek a különböző területei, úgy például a családi házaknak a földszinti részein, vagy akár a nagyobb bérházaknak az aljában is megtalálhatók voltak ilyen üzletek. Volt egy emblematikus épület, hát azt már sajnos nem tudjuk megmutatni, hiszen nem létezik, ma a Skála parkoló van a helyén. Ez a József utca, illetve a Rákóczi utca sarkán egykor állt Hoffmann ház volt. Ez egy kétszintes épület volt alapvetően. A felső szinten lakott a család, Hoffmann József Hentes és Mészáros mester építette az egész tömböt. Ebből is látszik egyébként, hogy milyen nagy jövedelemre tett szert ebből a foglalkozásból. Mondom még egyszer, iparos, egyszerű iparos emberként. Egy saját vágóhídja volt egyébként, és volt neki egy saját bérháza, amiben ugye lakott egyrészt a család, másrészt kiadták bérbe a különböző lakrészeket, illetve kisebb üzletek is működtek az aljában. Volt, ha jól emlékszem, volt egy trafik többek között. Ugye a Hentes üzlet természetesen itt volt megtalálható, itt dolgozták fel a húsokat is, a József utca felüli kapun közlekedtek a húsáruval, illetve voltak még különböző egyéb kisebb üzletek is. Aztán hát az államosítás után természetesen, idézőjelben mondva természetesen elvették a családtól az épületnek a tulajdonjogát, bár ők az emeleti lakásban továbbra is élhettek, és aztán az iparcik vállalatnak a kezébe került, tehát kisebb üzleteket alakítottak ki, és az az érdekessége ennek az épületnek, archív fotót lehet róla egyébként találni a Víziváros kötetben, hogy a mögötte lévő területen a József utcai panelházak már állnak, hiszen csak 1981-ben került sor az elbontására. Nagyon sok mindenről beszéltünk, de még nagyon sok mindenről fogunk beszélni a víziváros tekintetében. Egy kis előzetesként néhány dolog, ami kimaradt a mai műsorból, és amivel folytatjuk majd két hét múlva. Hát amiről nem beszéltünk, mindenképpen még az elnevezéseket érdemes egy kicsit bogozgatni, ugye híres személyeket, illetve olyan létesítményeket, amelyekről ezek az utcák kapták a nevüket, illetve a terek. Érdemes olyan helyszínekre is felhívni a figyelmet, amelyek kevésbé hangsúlyosak. Vannak például terei is a vízivárosnak. Látható, hogy ezek tényleg teresülések, de például a nevüket sem sokan ismerik nagy valószínűséggel. Gondolok itt a 48-osok és az 56-osok terére. Valószínűleg sokan azt sem tudják, bár vízivárosiak talán igen, hogy ezek hol helyezkednek el, és mi az, amiről ismertek, mindenképpen érdemes beszélni. Illetve a vasútvidékhez közelebbi részéről a vízivárosnak még mindenképpen érdemes néhány szót ejteni. Nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, hogy eljöttek, folytatjuk a beszélgetést két hét múlva. Kedves nézőknek is köszönöm, hogy velünk voltak és végighallgatták ezt a műsort. Biztos vagyok benne, hogy ahogy ígértem is az elején, hallottak olyat akár közvetlen környezetükről is, amit nem tudtak eddig. Tehát a vízivárosról ez lesz a téma két hét múlva. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!